A Szent Orsolya Bencés Iskola Központ és az MMS Eszterházi Miklós Technikum ünnepi műsora nyitotta meg advent 4. vasárnapjának programjait Dombóváron. Az esemény idejére a művelődési ház előtti rendezvénytér is megtelt a karácsonyra készülő emberekkel. Ez egy csodálatos dolog, hogy az ember lelkileg fölkészüljön a karácsonyra. És nagyon örülök, hogy ennyi szervezés van Dombóváron most az advent időszakában. Úgyhogy szép volt most is ez a műsor, nagyon tetszett. Lelkileg is készülök, ajándékkal is készülök, főzéssel is készülök, tehát mindenhogyan készülök. Örülünk neki, hogy ilyen rendezvények is vannak ebbe a városba, és tulajdonképpen nagyon jól érezzük magunkat, és reméljük, hogy jövőre is lesz rá lehetőség, és gyönyörű szép volt minden, az előadás, a műsor, a gyerekek aranyosak, mindenkinek boldog karácsony. A férfi azt is elmondta, nagyon várják már az ünnepeket. Otthon, meghitt családi környezetbe, cserépkályha melegénél kellemes estéket fogunk eltölteni. Van 4 unoka, innentől kezdve nem kell mire gondolnunk, hogy hol töltjük a karácsonyt. Az eseményen meggyújtották a város adventi koszorújának 4. gyertyáját is. Többen voltak, akik a röpködő mínuszok ellenére gyerekekkel mentek ki a rendezvénytérre. Kim voltunk már, ez már a harmadik alkalommal jöttünk ki. Most igazából ami főleg vonzott minket, az a Deli Orsiéknak az éneklése. A kislány nagy rajongó, úgyhogy ezt most nem hagyjuk ki. Nagyon örülök neki, hogy ma jó időben tudtunk idejönni, és a jó időt arra értem, hogy tényleg tél van. Röpködnek a mínuszok, nagyon sok ember, nagyon sok fiatal, és úgy látom, hogy jól érzek magukat. Én szeretném minden intézményünknek megköszönni, hogy mind a 4 hétvégén kivették a részüket, és helyi erővel tudtuk megtölteni a színpadot. Ugyan első advent vasárnapján elmondtam, hogy nagyon szerettük volna a műjégpályát, ezért nem volt rá lehetőség. Remélem, hogy a sors majd még kárpotol minket, de azt gondolom nem járt lemondással, hiszen mosolygó emberekkel találkoztam estéről estére. Hiszem, hogy a 4. vasárnap után felkészültünk a karácsonyra, egy hét választ el minket, és meg is ragadom az alkalmat, hogy mindenkinek áldott békés karácsony ünnepeket kívánok, és azért az új évben még egy picit visszvárnék, hiszen szilveszteri futásra várunk mindenkit december 31-én hagyományoknak megfelelően. Regisztrálni szilveszter napján délután 2 órától lehet, a rajt pedig 15 órakor indul el innen a Hunyadi térről. Hát még a hallott.